A nagyváradi szecesszió gyöngyszemeit fotózza Nyitrai Károly a Sebeskörösparti város Bémer terén. A Peceparti Párizs török uralom alóli felszabadulása után 1815 és 1910 között alakult ki a mai városkép. A grafikus figyelmét a folyamatosan megújuló belvárosi műemléképületek látványa ragadta meg, amelyeket több perspektívából is lefotózott, hogy aztán pointillista grafikákat készítsen róluk. És hogy néznek ki a régi épületekből, ha egy kis szint az neki, meg minden. Tehát mind a ruha, mint amikor beleteszed a mosógép, milyen szép tiszta. De ahhoz, hogy ez nem csak hogy tiszta, ez kiadja azt, amit valaki régen, az igazi művészek, ők voltak, akik megtervezték az épületeket. Mi csak másoljuk őket, csodáljuk a szépséget és lefotózzuk. Milyen egyszerű letérdepelni. Annyira gyönyörű, hogy ez meg kell valósítani, hogy emlékünk legyen róla, hogy mi jártunk ott valahol, mi láttuk azt. De mi az itteniek elmentünk minden nap mellette, pedig itt volt az orrunk előtt. És nem is tudtuk, hogy mi van fent, mert a falakat ismertük itt mindenfele. De mikor felnézel, boltívek, meg minden, hogy voltak megcsinálva. Egy bevásárlószatyorba rejtett tus és filctól, illetve egy rajzlap az összes kellék a fények, árnyékok, hangulatok megjelenítéséhez. Nyitrai Károly, aki gyermekkorában ígéretet tett festőművész nagymamájának, hogy nyomdokaiba lép, itt a Kanonoksori Pince Galéria egyik termében alkotja meg pointillista műveit. Neolaug zsinagóga, templom a Körösparton, az általában mindenkit megígített, meg minden, és egy olyan látást nyújt a Körös felől, hogy maga az épület is megvan, de viszont nem maga az épület is, hanem hogy olvad a háttérbe. A háttérbe látszik a maga a templom, a jellegzetes kupoláival, meg az építészeti stílusában, és ugyanakkor tovább jönnek a többi épületek, de előtérben helyezem azért a zöld övezetet, ami még Váradból megmaradt, és akkor jövünk, mert ez az árnyékos oldala, és meg kell adjuk neki a hatását a három dimenziót is, mert az a kupola, de itt azért a fények, ahogy vannak, mert vannak ezek a kis vonalkák, és közé esik a fény. De ez, mind a Lego játéknál mindig építkezni kell. Tehát mind sűrítjük a vonalakat. Most például ez egy olyan kékes alap, most pont egy feketével megyek rá. És akkor építünk mindig, és mikor belefárad az ember, mert oda fel kell koncentrálni, így fel van téve az alap, akkor elkezdem így, még csinálok rajta, de hogy ne roncsak el, akkor rátérek egy kicsit igazítani a faágoknál, mert előveszek egy más színt. Nyitrai Károly élete első munkáját is bemutatta az 50 alkotását tartalmazó kiállításon. A nagyváradi görögkatolikus palotát 2018-ban leégése előtt két hónappal rajzolta meg. Felvázoltam az épületet, ez egy hétvégén történt, és akkor elővettem a tussal, dolgoztam már akkor, volt a tuss, és volt az a szélesebb fajta liner, ezen dolgoztam. És akkor, mikor már ceruzával be voltak a fontos dolgok csinálva, be kellett húzni, mert kezdtem dolgozni a kezemmel közte, össze-vissza vonalakból minden, mintha valaki nekem vezette volna a kezemet, meg minden. Én pénteken kezdtem neki, ez szombat, vasárnap, ez már megvolt. Mind néztem a képet, hát mondom, ez olyan csúnyán néz ki, na ez volt az a kép, ami löketet adott rajtam, hogy még csináljam. Akkor kezdtem átérni, lassan-lassan rövidíteni a vonalakat, minden, és már a következő képeim közt, amikor van a Teleki utcai részlet, ott már fel lehet fedezni, hogy a pointillizmus nevezetnek irányába megyek. Az alkotás iránti alázat jelenti Nyitrai Károly számára a feltétlen örömet és a megnyugvást. Járja a várost, s lépten nyomon fényképezi az épületeket. Nagyvárad szerelmeseként mindig felfedez valami újat, nemeset, szépet.